Sziasztok, Peti vagyok, és ez a Vagroup Media csatornát nézitek. Ma egy nagyon rövid résszel jövök, mégpedig felszerelünk egy ilyen Keystone CAT6A dugajt egy CAT6A adatkábelre. Ugye ez egy RJ45-ös dugaj, tehát egy köznyelven internetkábel dugaj. Miért nem a dugót szerelem rá? Ugye van nekünk itt raktáron CAT6A-s klimperelhető dugónk, viszont ez a narancssárga kábel, ez egy úgynevezett ferlége, tehát fektető kábel, ennek a bent a kis kábeleknek a vastagsága vastagabb, mint a sima patch kábel, ugye ez arra van, hogy épületen belül húzd el a kábelt, és nem két eszközt dugjál össze, mit tudom én, egy méter távolságon egymástól, és nagyon nehéz, ha nem lehetetlen erre a kábelre felszerelni azokat a kis műanyag dugókat, viszont ezek a Keystone dugajok pontosan erre valók, hogy ilyen kábelnek a végére föl lehet tenni, és utána ezt egy ilyen 24-es vagy 48-as úgynevezett patch panelre, amit rekekbe szoktak szerelni, ilyen szerver szekrényekbe, ezeket be lehet pattintani, és akkor ott vannak szépen egymás mellett. Úgyhogy ne húzzuk az időt, kezdjünk neki! Először is nézzük meg, hogy milyen szerszámokra van szükség a szereléshez. Egyrészt kell egy cuttermeszer, tehát egy ilyen snitzer, kell egy oldalvágó csípőfogó, segítségetekre lehet egy sima lapos csavarhúzó, én ezt a fáziszceruzát használom most, valamint nem árt, hogyha van valamilyen fogótok, majd a Keystone-nak a házát bezárni, mert nem mindig hagyja magát puszta kézzel. A Keystone az egy relatív egyszerű felépítése van. Van egy műanyag ilyen kábelfogadója, aminek az oldalán rajta vannak a kódok, színkódok, hogy milyen sorrendben kell majd a kábeleket bele tenni, mindjárt megmutatom lépésről lépésre. Annyit viszont így, ameddig szabadak a kábeltől ezek a dolgok, hogy ezt csak egyféleképpen tudod összedugni. Itt látható, hogy van neki egy pecke, illetve itt is van neki egy pecke, és csak egyféleképpen megy így szimmetrikusan össze, hogyha megfordítom, akkor nem tudod összedugni. A Keystone ház foglalat dugójal kaptok még egy ilyen alkatrészt, így, fókuszálj. Ezzel az alkatrész, ez ide csúszik bele a hátán, amivel majd a kábelt fogjuk megszorítani, és jön még hozzá egy ilyen vékony kis kábelkötegelő, amit e köré kell majd rászorítani. Először fogjátok a kábelt, és hát egy olyan 2-3 centit leszeditek a szigetelést. Ugye ennél a CAT6A kábelnél nem kell annyira óvatoskodni, hisz kellőképpen szigetelve van a kábel, tehát egy ilyen fém szigetelő rács van rajta kívülről. Késem lehetne élesebb. Próbáljátok nem elvágni a saját kezeteket. Ha viszont ilyen patch kábelt használtok, ugye azon nincsen olyan sok szigetelés, úgyhogy ott óvatosabban kell ezt körbe vagdosni, mert nem könnyen átvághatjátok a benne lévő ereket. Ha lehúzzátok a külső szigetelést, akkor először is a földelés, nagyon fontos, hogy ez egy fontos vezető ere, a nem is szigetelés, hanem árnyékolás. Tehát ez az árnyékolásnak a szálai, ezeket lenevágjátok, kelleni fog. Ugye ez gyakorlatilag
hogy van? 9. lába, 9. érpár. Föl lehet így szépen sodorni, aztán majd később mutatom, hogy hova való. Utána, ugye a kathat-ának az a lényege, hogy minden egyes érpár külön-külön szigetelést kap. Ugye a kathat-á az azt jelenti, hogy 10 gigabites sebességre is képes ez a kábel. Így ezeket a szigetel vagy árnyékolásokat le lehet vágni. Ehhez én az oldalvágót szoktam használni. Fogjátok, és itt tövibe simán elcsípitek, majd összeszedem. És látható, hogy 4 darab ér pár van a kábelen belül. Szóval megint egy olyan videó lesz, aminek csak egy része látszik, de azért igyekszem. Tehát 4 ér pár van, fehér zöld, fehér kék, fehér barna és fehér narancssárga. Ha megnézzük ezt a foglalatot, akkor itt az oldalán látszik, hogy oda kerül a fehér barna, vagyis hát ugye ebbe a résbe a barna, ebbe a résbe pedig a barnához tartó fehér. És a kábeleket lehet kétféleképpen klimperelni, A módba és B módba. Ugye az a különbség, hogy a zöld narancssárga van megcserélve, ugye ide a kék fehér megy, a zöld narancssárga, mi jelenleg A módot fogunk használni az egyszerűség kedvéért. Először is fogjátok a kábel ereket, és átdugjátok ezen a műanyagon. Így. Kisodorjátok az érpárokat, amennyire engedik magukat. És utána az érpárokat belerakjátok ezekbe a résekbe, annak a szín kódnak megfelelően, amit választotok, tehát vagy A vagy B mód szerint. Ugye illik nem elfelejteni, hogy melyik fehér kivel volt. Például itt van, megnézzük, ide varró a kéknek a fehérje, ide pedig a kék. Tehát először a kék, és itt lehet, hogy használni fogjuk a csavarhúzót, de lehet, hogy nem. Ez volt a kéknek a fehérje. Így. Így szépen lenyomjuk. Azt mondtuk, hogy az áthasználjuk, hogy ide való a narancs pár, méghozzá a külső lesz a narancs narancsa, a belső a narancs fehérje. Tehát tegyük belőbb a fehéret. Így, és ide jön a narancs. És jól kiugrott a kék. Könnyebb, hogyha az ember nem a kamerának mutogatja. Persze kifogás az mindig jó, ha van. Így. Így. És most megfordítjuk. És ugye ide megy a barnának a fehérje. Ide megy a barna. És mivel átcsinálunk, ide megy a zöld. Most próbálom lefogni, hogy ne csúszson ki, mint az előbb. És ide megy a zöldnek a fehérje. Tehát még egyszer, fókuszáljon, úgyhogy látszódjon. Narancs, a narancsnak a fehérje, kék a kéknek a fehérje. Ezen az oldalon pedig a zöldnek a fehérje és a zöld, valamint a barna fehérje és a barna. Ugye ezeket szépen lenyomkodjuk, nem is kellett a csavarnyúzó.
Majd fogjuk ezt a fémházat, ugye abban az irányultságában, ahogy ez összeengedi magát tolni, összeillesztjük, így, és úgy van ez kitalálva, hogy amikor ezt összeszorítod, akkor a szorítással ezt a műanyagot rápréseli saját maga az érintkezőkre. Most megpróbálom előbb szabad kézzel, és összement. Kiváló. Egyet felejtettem el, hogy megint kinyitjuk. Most már nem fog elmozdulni. Mondhatnám, hogy ezt így terveztem. Ugye itt látszik, hogy teljesen összepréselődött a két fele ennek a cuccosnak. Fogjuk és levágjuk a kábel felesleget egy oldal csípőfogóval. Repül mindenfele, majd összeszedem. Ugye, a árnyékolás, tehát ez a kábel, pedig ez az egész dugajnak a testéhez kell, hogy hozzáérjen, úgyhogy őt szépen itt hagyjuk kilógni, összepattintjuk, össze is záródott. Most pedig ráhelyezzük ezt a gyűrűt, ugye mi jött vele, ezt ide bedugjuk. És mikor megy le a nap? Oké, okay, Google, Licht einschalten. Majd fogjuk a kábelkötegelőt, és ráhúzzuk a gyűrűre. Így, jó szorosra, majd fogjuk megint a, tehát rajta van a kábelkötegelő a gyűrűn, fogjuk a csípőfogónkat és lecsípjük a kábelkötegelő végét, meg az árnyékolásnak is a extra hosszúságát. Így, és kész is van egy RJ45-ös kategória 6A dugajunk. Ugye arról nem beszéltük, hogy ez miért kell. Megmutatom nektek gyorsan. Csak érdekességképp, hogy itt a tévé mögött van jelenleg, tehát itt a tévé mögött van jelenleg a NAS, a telefon, meg mindenféle dolog. És ennek a kettőnek elég hangos a ventilátora, meg a NAS-nak elég hangos a ventilátora. Úgyhogy a következőkben épülni fog egy új NAS, ami egyrészt csinálok egy videót, hogy hogy kell egy számítógépet összeszerelni, és az egész, tehát ő csak akkor lesz bekapcsolva, amikor a TV is, és az egész elmegy a Spejzba, ott megy föl a kábel, ott át keresztbe, és itt a Spejzban, ne nézzetek körül, de azon a polcon fog ülni az új NAS szerver, ott meg lóg a kábelnek a másik vége. Úgyhogy, ja, ennyi ez a videó, remélem tetszett. Hát, akiknek még érdekel, azért elmondom, hogy mi van ez a tévé mögött, mielőtt azt mondjátok, hogy egy használatlan káosz az egész. Tehát egyrészt van egy modemunk, van egy Raspberry szerverünk, amit már csak olykor-olykor használunk. Van ugye a Mikrotik router, van maga a NAS, ez egy Intel NUC, van a Rademachernek egy, tehát a elektromos hangvezérelt rolóknak egy vezérlője, ez a Bosch termosztátoknak egy vezérlője, egy telefon, és a kettő darab
egyenként 8 B-es USB 3-as Winchestereket tároló doboz. Most nyílják ki. Tehát most relatív üres, mert éppen rendrakás van, ugye az új NAS miatt. Illetve ott van egy szünetmentes táp, amit az egészet tápolja, meg ott mérem, hogy mennyi áramot fogyaszt. Mi van még itt? Más nagyon nincs, meg hát rengeteg tápegység. Az a két Sonoff pedig az egyik az erősítőt kapcsolja ki be, a másik pedig a TV-t kapcsolja ki be, és ugye a TV most a NAS-nak a képe látszik. Úgyhogy ennyi volt, találkozunk legközelebb is, sziasztok!